Önök a Zemplén Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Főbb híreink következnek röviden. A Zemplén térségi integrált szakképző központ költségvetéséről tárgyaltak ma a sárospataki önkormányzati képviselők. Két zempléni szlovák kisebbségi képviselő is bejutott az országos szlovák kisebbségi önkormányzatba. A Radványpatak és ároktisztítás Bodroghalászon. Rendkívüli testületülést tartott Sárospatakváros önkormányzata. A határidős téma a Zemplén térségi integrált szakképző központ idei költségvetése volt. A képviselők a Sárospatakon induló képzések listáját is elfogadták. A Zempléni térségi integrált szakképző központ költségvetése és képzési tematikájának jóváhagyása miatt tartott rendkívüli testületi ülést Sárospatakváros képviselőtestülete. A Zempléni TISZK már 2 éve működik. Mind az újheli, mind a sárospataki, tokai, szikszói, mezőkövesdi, encsi szakképzőiskolák tömöríti, és ez a társulás, ez a TISZK integrálja, illetve határozza meg a szakképzés az egyes intézmények folyó szakképzésnek a mikéntjét, illetve hogy melyik intézményben milyen szakot lehet oktatni. Sárospatak képviselői számos módosító javaslatot fogalmaztak meg a Zempléni térségi integrált szakképző központ idei költségvetésével kapcsolatosan. Elsősorban a személyi bérek csökkentésével kapcsolatban, másrészt pedig a fennmaradó tartalékok, fennmaradó pénzösszeg tartalékba helyezésével kapcsolatban. Kafetériát nem javasoljuk, az eredeti költségvetésben 30 000 forint volt, illetve annyi szerepelt, ezt javasoljuk törlésre, illetve a személyi béreknek az átcsoportosítását olyan mértékben, hogy a lehetőleg pályázati pénzből sikerüljön ezeket kigazdálkodni. Sárospatakvárosa 13%-os részesedéssel rendelkezik a TISZK-ben. Hiszen a 4 millió forintot a szakképzési hozzájárulásokból a TISZK levonja, és a szakképzési hozzájárulás többi összegét ezzel csökkentetlen után járt Sárospatak városának, illetve Vai Miklós szakképzőnek, de ettől függetlenül az egészet kellett tárgyalnunk, hiszen Sárospatak a 13%-a erejéig felelősséggel tartozik a TISZ-nek a költségvetéséért. A sárospataki képviselők megtárgyalták az idén induló képzéseket is. A Vai Miklós szakképzőiskolában idén bevezetendő felnőtt képzések rendjét, illetve azokat a szakmákat, tanfolyamokat, amelyek felnőtt képzés keretében oktatni fognak Sárospatakon. Ezek a következők: CNC forgácsoló, ECDL, 7-es modul, középfokú angol komplex típusú nyelvvizsgára felkészítő és szakács. Ezt egyhangulag támogatja a képviselőtestület. A Zempléni térségi integrált szakképző központ vezetőségi ülését még a héten megtartják, ahol is ismertetik a sárospataki képviselők költségvetést érintő módosítási javaslatait is. A Zempléni szlovák elektorok szervezeteinek köszönhetően 2 képviselő jutott be az országos szlovák kisebbségi önkormányzatba Zemplénből. Novák Imre és Bacskai Miklósné egyaránt a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniójának listájáról szerzett mandátumot országos szinten. Amíg Kucik Júlia a Borsodabói Zemplén megyei szlovák kisebbség területi kisebbségi önkormányzatban képviselheti a zempléni szlovák kisebbséget, Bacskai Miklósné országosan teheti meg, ugyanis a közelmúltban lezajlott választásnak már megvan a hivatalos eredménye is. Engem nagyon nagy örömmel töltet el, hogy valóban, hogy képviselhetem, szívesen teszem, tehát ez így belőlem fakad, hogy az emberiségért, vagy az emberekért, hát ugye itt emberiségről nem beszélhetünk, emberekért, hogy tudjak tenni. Ez kiskoromtól fogva elkezdődött, és hát még most már ugye nem mondhatom magam a fiatalonnak, de most is szívesen teszem ezt a és végzem ezt a munkát. Bacskai Miklósné elmondta, hogy az országos szlovák önkormányzatban a legfőbb feladata az eddig elért eredmények megvédése kell, hogy legyen, valamint a zempléni szlovákság pozíciójának javítása.
sikerült az embereken megértetni, hogy nem Budapesttől, hogy mi távol vagyunk hosszú éveken keresztül. Ez volt a kifogás, nagyon távol vagytok. Hát én tudatosítottam egy-két emberbe, hogy nem mi vagyunk távol, mi vagyunk a világ közepe. Tehát hozzánk is kell, hogy alkalmazkodjanak emberek, nem csak mi állandó jelleggel, és lenyelni azt, hogy mi messze vagyunk Budapesttel. Bacskai Miklósné konkrétumokat is kiemelt a következő évek tekintetében. Időbe értesíteni a kisebbségi önkormányzatokat, hogy időbe adják be pályázataikat, megfelelő módon adják be. A másik feladat továbbiakban is az ingyenes nyelvoktatás, ez erre lehetőségünk legyen. Természetesen ezt az országos önkormányzat finanszírozza. Akkor az iskola fenntartása, ez azért zökkenőmentesebb legyen, mert átvette az országos önkormányzat, tehát jó, hogy ez központi támogatásból megy, de azért a surlódási felületeket is azért csökkenteni igyekszem, amennyire lehet. Az Országos Szlovák Kisebbségi Önkormányzat is hamarosan megtartja alakuló ülését, ahol kiderül, hogy ki lesz az elnök és az elnök helyettes, valamint hogy milyen fontos feladatokat kell végrehajtani a következő évek tekintetében a kisebbségi önkormányzatnak. Sárospatakon az őszi mederkotrás nagyban segíti a víz gyors levonulását Aradványpatakból. Így Sárospatak Bodroghalászi város részén a korábbiaktól nyugodtabbak lehetnek a lakók, bár a Radványpatak karácsonykor megmutatta, bármikor meglepetést okozhat az itt élőknek. Az utóbbi hetekben is beigazolódott, hogy szükséges és hasznos volt a sárospataki Radványpatak mederkotrása. A tavaly nagy elöntést okozó patak vízszintje karácsony első napján ugyan nagyobb mértékben emelkedett, ám azóta stagnál. A vészhelyzet még úgy érzem egy ideig fönnáll folyamatosan, bár nagyon sokat segít a helyzeten az, hogy még a tél előtt az ősszel, mint látható a háttérképen is, ezt a szakaszt kimélyítettük, megkotortuk, illetve az évkövizik szakemberei, így megnőtt a patakmedernek a befogadó képessége, a sebessége, hamarabb átszalad a víz a Bodrog felé. A Bodroghalászi város részen a felszíni vízelvezetés is gondot okozott a korábbi időszakban. Megelőző jelleggel rendbe tették az árkok nagy részét is. Az elmúlt héten kotortuk meg itt az országút mellett a csapadékelvezető árkot, illetve a Kisfaludi utca, a Bencúr utca, azokon a helyeken, ahol nem volt átfolyás, nem volt a víznek szabad mozgása, ezeket a helyeket a télen és az ősszel, illetve folyamatosan tisztítjuk, mélyítjük, hogy szabad folyása legyen a víznek. Bodroghalászon még van néhány utca, ahol egyelőre nem rendelkeznek aszfalt réteggel. Ezen utcák most sárosabbak a szokásosnál. Ezek függetlenek az utóbbi árvizektől. Folyamatosan dolgozunk az ideiglenes és a végleges megoldásán. Egyrészt kavics fölhordással, tömítéssel, illetve pályázatot is írt a Sárospatak Város Önkormányzata, ahol három útszakasz aszfaltozása is, ha úgy alakul, akkor megoldható. A belvíz tekintetében hál' Istennek nincs per pillanat a komolyabb veszély. A városrész önkormányzati képviselője azt mondta, most a sok csapadék ellenére nyugodt a helyzetük. Karácsony első napján volt egy esőzés, amikor nagyon megemelkedett a Radványpatak is, és féltünk, hogy esetleg probléma lett belőle. Én úgy gondolom, hogy azok a belvizes területek, ahol most megáll a víz, nem annyira lakókörzetek, ingatlanoktól egy picit távolabb helyezkedik el, tehát a mindennapi életet per pillanat ezek nem veszélyeztetik, és reméljük, hogy a tavasz folyamán el is kerüljük mind a belvíz, mind az árvíz vészhelyzetet, és a következő évben már tovább tudjuk folytatni a szükséges megelőző munkálatokat. A bodroghalászi munkákat nem csak helyi lakosok, a kommunális szervezet, a vízügyi igazgatóság és a Magyar Közút szakemberei is segítették. Most pedig nézzük, mit láthatnak a továbbiakban. Két hét alatt 5 tolvajt füleltek le a Sátoraljaújhelyi Városvégi Nagyáruházban. Sokan vettek részt a Biblia Bábokban című sárospataki kiállításon. Polgár Tamás ikonfestő kiállítása a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban. Elhunyt Bogoly János a Zemplén Televízió határon túli műsorainak szakértője.
Két hét alatt összesen 5 bolti tolvajt fülelt le a sátoralja újhelyi rendőrség. A bolti szarkák szeszes italt, illatszert és nagyértékű tollakat tulajdonítottak el a város végén található nagyáruházból. Az érvényben lévő törvények szerint szigorú büntetésre számíthatnak. Rosszul kezdődött a 2011-es év, legalábbis a bolti lopások tekintetében, ugyanis az elmúlt két hétben 3 ilyen jellegű bűncselekmény is történt Sátoralja Újhely egyik nagyáruházában. Az első alkalom az arról szólt, hogy két helyi fiatalember szeszes italt lopott ebben az áruházban. A rajtuk lévő áruvédelmi eszközt eltávolították, majd a pénztáron keresztül fizetés nélkül távoztak. Az ott lévő biztonságőrök operátorok észlelték egyébként a lopást, értesítették hatóságunkat. A fiatalembereket már a városból állították elő az intézkedő járőrök. Természetesen mondanom se kell, hogy az ellopott szeszes italt elfogyasztották, és ennek megfelelően úgymond jókedvűek voltak, és elkövettek még ezzel kapcsolatban egy garázdaságszabálysértést is. A rendőrség az elkövetők ellen gyorsított eljárást folytatott le. Az egyik fő egy nagyon komoly pénzbüntetést kapott, aki már volt büntetve, a másik fő pedig próbára bocsátást kapott a sátorai helyi bíróságtól. Szintén újhelyi volt ez a fiatalember, aki illatszert lopott el ugyanazon áruházból. Ő neki az áruvédelmi kapu bejelzett még az áruházban, őt a biztonságőrök érték tetten és adták át hatóságunknak. Vele szemben szintén gyorsított eljárást foganatosítottunk, ő is, mivel még nem volt büntetve, próbára bocsátást kapott. A harmadik lopást két fiatalkorú kollégista hölgy követte el. Ők pedig tollat loptak az áruházban, ugyanazt a tollat mind a ketten, egy-egy tollat. Nekik is bejelzett az áruvédelmi kapu, de az egyikük az a helyszínről eltávozott ennek ellenére. Egyiküket a biztonságőr tetten érte, átadta hatóságunknak, a másikat pedig a személyleírás alapján a járőreink fogták el a városban. Velük szemben még folyamatban van az eljárás a fiatalkorúságukra való tekintettel, de velük szemben is gyorsított eljárást kívánunk alkalmazni. Sáfrányos György, bűnügyi osztályvezető a bolti lopásokkal kapcsolatosan elmondta, hogy január 1-től egy jogszabályi változásnak köszönhetően a termékeken található áruvédelmi eszközök eltávolítása is bűncselekménynek számít. Ezek az áruvédelmi eszközök, amik el vannak helyezve az áruházi termékeken, nagyon sok terméken azt kell mondanom, hogy egy bizonyos értékhatár is elég alacsony értékhatár fölött mindegyiken. Ezeknek az eltávolítása már dolog elleni erőszaknak minősül, abban az esetben is, ha ezeket úgy távolítják el, hogy az áruvédelmi eszköz nem sérül. Tehát úgymond állagsérelem nélkül kerül eltávolításra, akkor is már bűncselekményi kategóriába esik, függetlenül az értékhatártól. Ezen jellegű bűncselekmény elkövetése 2 évig terjedő szabadságvesztést is maga után vonhat. Már csak néhány napig látható a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsödében a Biblia bábokban című kiállítás. Az óvoda első nyilvános kiállítása sok látogatót vonzott. A pozitív tapasztalatok birtokában az intézmény újabb bemutatóknak is teret ad. Nagy sikere volt a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsödében bemutatott Biblia bábokban című kiállításnak. Az érdeklődők az óvoda nyitvatartási idejében tekinthették meg a 30 elemből álló bábkiállítást. A kiállítás és időtartam végén azt mondom, hogy nagyon megelégedettek vagyunk a kiállítás látogatottságával. December közepén, mikor megnyitottuk, akkor a gyerekek nagy-nagy érdeklődéssel nézték, és hozták a szüleiket is. Utána bezártunk ugye a téli szünet ideje alatt, és januárban szinte újdonságként jöttek ismét, és nézték a kiállítást, és hozták a szülőket. A bibliai témájú kiállítást nem csak az óvodások és szüleik láthatták. A kiállítás mindenki számára elérhető volt. Sok külsős látogató volt, idősebb pedagógusok, osztályok az általános iskolából. Tehát én úgy gondolom, hogy elérte a célját ez a kiállítás, és sokan megnézték. Az új épületben elhelyezkedő Karolina óvoda egyik előnye a különálló kiállító tér. A látogatók ennek köszönhetően nem zavarják a nevelő munkát. Nem zavarták különösebben az óvoda életét, mert elég nagy az épület. A csoportok az épület külső szárnyaiba vannak, tehát ez a tér, az aula és a fölötte lévő kiállítási rész, ez szinte külön is tud élni. És a látogatók nem zavartak be abszolút a gyerekek életébe, mert bejöttek az épületbe, följöttek a lépcsőn, és ezt látták és láthatták. Gyerekekkel tulajdonképpen nem is nagyon találkoztak. Az intézmény vezetése a bábkiállítás sikerén felbuzdulva úgy döntött, további kiállításokat is szervezni fognak.
minden, ami színében, formájában érdekes, és ami szép, mert ugye az alapvető feladatunk a gyerekek esztétikai érzékének a fejlesztése, tehát ha szépet tudunk nyújtani, és legyen bármi az, de szép és esztétikus és igényes legyen, akkor a gyerek mindent szívesen megnéz, szívesen fogad és gyönyörködik benne, szülővel együtt, hisz mondom, az volt ebbe szép, hogy a gyerek és szülő kézen fogva sétáltak itt végig és nézték meg. A Sárospataki Biblia Bábokban című kiállítás nem kerül dobozokba, néhány nap múlva indítják útra Újfehértóra, ahol a helyi általános iskolában lesz majd látható. Hivatalosan is megnyílt Polgár Tamás ikonfestő kiállítása a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban. A megjelenteket köszöntötte és a kiállítást megnyitotta Damjanovics József, Sátoraljaújhelyi görögkatolikus esperes parókusa. Családias hangulatban, barátok, családtagok jelenlétében nyílt meg Polgár Tamásikon kiállítása a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban. Az alkotónak ugyan már volt kiállítása a városban, de a könyvtárban első alkalommal mutatkozik be. Ez egy személyes felkérés alapján történt, egy családias körben megrendezett kiállítást jelent. Tulajdonképpen az újhelyi közönségnek egy bemutatkozás, mert korábban már volt az országban néhány helyen kiállításom, és végül is a hír az megy a városban, bár még nem is sokan ismernek, de egyre többen így már megszólítanak. Nagyné Szentesi Mónika könyvtárigazgató köszöntő szavait követően Damjanovics József görögkatolikus esperes plébános nyitotta meg a tárlatot. Megnyitójában az ikonfestészet lelki vonalát emelte ki. Az ikonfestészet az mindig egyetemes. Tehát minden helyre, minden felekezetre vonatkozik, olyan üzenete van, amit nem sajátíthat ki a görögkatolikus egyházközség. Nyilván a ritusa szerint sokkal közelebb áll az ikonfestészet a mi szertartásunkhoz, a mi egyházunkhoz, de én úgy gondolom, hogy Tamásnak a művészete, mivel elsősorban ez lelki kérdés, és nem pedig technikai művészeti kérdés pusztán, éppen ezért kihagyhatatlan az egyházközség életében. Mi is őrzünk képet a templomban, amit tőle kaptunk ajándékba. Damjanovics József hozzátette, az ikonfestészet nem technikai kérdés, hanem lelki kérdés. Sokkal több imádság tartozik hozzá, mint festék és ecset. Éppen ezért ikont csak olyan ember tud igazából festeni, aki hívő keresztény ember, aki úgy tekinti a Földet, mint eszközt és lehetőséget az üdvösségre. Tamás a maga lelkületével, világfelfogásával, világszemléletével ezt megpróbálja képekben is kifejezni. Tehát én úgy gondolom, hogy az ő hite, az ő vallás, vallomása az így színekben, képekben és az egyház szentjeiben nyilvánul meg többek között. Polgár Tamás az ikonfestészet mellett verseket is ír. Kategorizálják például Ady Endrét, már megint hasonlíthatom magam hozzá, akkor többféle vers van, istenes versek is közötte, nem kiszámban. Polgár Tamás kiállítása a hónap végéig látható a Városi Könyvtárban. És végül egy szomorú hír. A hétvégén életének 60. évében váratlanul elhunyt Bogoly János biológus, helytörténész, a Zemplén Televízió határon túli műsorainak 20 éve állandó szakértője, szlovák nyelvű tolmácsa. A hamvasztás előtti búcsúztatója holnap lesz 14 órakor Királyhelmecen, az új köztemető ravatalozójában. Emlékét megőrizzük. Végül pedig nézzük, melyek voltak a mai nap legfontosabb hírei. A Zemplén térségi integrált szakképző központ költségvetéséről tárgyaltak ma a sárospataki önkormányzati képviselők. Két zempléni szlovák kisebbségi képviselő is bejutott az országos szlovák kisebbségi önkormányzatba. A radványpatak és árokpisztítás Bodroghalászon. Kedves nézőink, Önök a hírhét adását látták, melyet újra megtekinthetnek a www.zemplintv.hu internetes oldalon, valamint Sátoraljaújhely város honlapján is. Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok Önöknek, viszontlátásra!
agyat, jó kedvel, bőséggel. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a himnusz megírását. Ez alkalomból szeretettel várunk minden kedves vendéget a Magyar Kultúra Napja tiszteletére szervezett ünnepi eseményekre. Rendezvényeink Sátoraljaújhely várossá nyilvánításának 750. évfordulója jegyében telnek. Január 19-én 11 órakor rendhagyó történelem órát tart Szamosvölgyi Péter polgármester a Városháza dísztermében. 20-án csütörtök délután 16:30 Múzsák a Magashegy tövében címmel könyvbemutató helyszíne a díszterem. Szintén ezen a napon a képernyőn látható időpontokban a Művelődési Központ Filmszínháza mutat be helyi alkotást, melynek címe a vetítőben Sátoraljaújhely története 750 év, 750 kép. Január 23-án a Római Katolikus Nagytemplomban a 10 órakor kezdődő szentmise után Vince napi ökumenikus borszentelés lesz. A városi díszünnepségre Széphalomba, a Magyar Nyelv Múzeumába várjuk a magyar kultúrát szerető és tisztelő vendégeinket 2011. január 22-én szombaton 10 órára. Ünnepi köszöntőt mond Ókovács Szilveszter, a Duna Televízió vezérigazgatója. Számítunk azokra, akik saját kettelésükből vagy mások szórakoztatása céljából szeretik a táncot. Örömmel látjuk mindazokat, akik szívesen olvasnak, vagy akár írnak is verseket. Várjuk a pedagógusokat, akik hivatástudatból adják tovább a magyar kultúrának bármely részét. Örülünk minden diáknak, legyen az általános vagy középiskolás, újhelyi vagy kollégiumba járó. A zene a legmélyebb emberség itala és mosdóvize. Ezt Németh László mondta. Jöjjenek, kedves újhelyiek, és minél többet fogyasszunk belőle. Várjuk azokat is, akik a modern kultúra képviselőjéként jelentek meg az elmúlt hónapokban Sátoraljaújhelyben. Mindenkit szeretettel hívunk, aki tiszteli és magáénak vallja a magyar kultúra bármely szeletét. Önt is szívesen látjuk. Tisztelt Sárospatakiak! Sárospatakváros önkormányzata tisztelettel meghívja Önöket a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezendő városi ünnepségre. Január 20-án 18 órától a hagyományos megemlékezés keretében idén is átadják majd a Ködöböc József díjat és a Pécsi Sándor emlékplakettet. Jöjjenek és ünnepeljük együtt a Magyar Kultúra Napját és az ezen a napon kitüntetetteket. Megjelenésükre feltétlenül számítunk. Január 21-én 13 órától ismét kulturális vetélkedőnek ad majd helyet a Sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára Színház terme. 14. alkalommal veszi majd kezdetét a Zemplényi Gyermek Szólótánc Fesztivál, melynek keretében a régión gyermektáncosai versenyeznek szólótánc kategóriában a Zemplényi Kaláris és a Zemplényi Bokréta címekért. Ha ön is kíváncsi a jövő nemzedék tánctudására, látogasson el erre a rendezvényre is.